Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Segítség! Összefogott Döbrökköz a katasztrófát átélt család megsegítésére. Hamarosan kezdődhet Paks 2 építése. Első kézből kaptak információt a vállalkozók. Meg akarta ölni a rendőröket, fejszével hadonászott az ittas férfi ponyhádon. Fejlesztés Dombóváron, elkezdődik az ipari park korszerűsítése. Egy 6 gyermeket nevelő család házában ütött ki a tűz a minap Döbrökközön. Az épület jelentős része a lángok martalékává vált. A falu közösség összefogott és jelentős támogatásban részesítette a károsult családot. Így néz ki a Döbrökközön élő Banés család konyhája. A nagy család számára lehetetlené vált az élet a házban, ahol 6 gyereket nevelnek. A családfő azt mondja, mire észrevették, hogy ég a ház egy része, már tehetetlenek voltak. Én is a 3 gyerekemben voltunk a szobába, és azt vettük észre, hogy a villany elmegy. És kinéztem a konyhába, és égett minden. És kihívtam a tűzoltókat, és akkor ők kivonultak. Az első vizsgálatok szerint egy zárlatos vezeték szikrája gyújtotta fel a tűzhelyen lévő olajat, ez okozta a tragédiát. A település lakossága azonnal a bajba jutott család segítségére sietett. Amikor meghallottuk ezt a szörnyű tragédiát, az önkormányzat azonnal segítségükre fordult. Polgármesteri hatáskörben 100 000 forint azonnali támogatást utaltunk ki a család számlaszámára. Aztán még további segítséget fog tudni adni az önkormányzat. Képviselőtestületi ülésünk lesz szerdán, ahol döntenek arról, hogy milyen összegben és milyen támogatással tudjunk segíteni a családon. Az eset óta folyamatosan jönnek a felajánlások. Van, aki konyhabútort, van, aki készpénzt, és van, aki a munkáját ajánlotta fel a károk elhárítása érdekében, hiszen például a ház teljes elektromos rendszerét is újra kell majd építeni. A bajba jutott családot jelenleg a falu egyik lakója fogadta be. 7480 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.746.424 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 100 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 43.066 főre emelkedett. 4.919 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.386.000-en kaptak. Tolna megyében 184 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 37.099-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. A kormány számára a családok voltak a legfontosabbak az elmúlt 12 évben, és ez ma is így van, mondta el Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Hozzátette, ezt a célt szolgálja az is, hogy a tavalyi adót visszaadják a családoknak. Ebben több mint 2 millió szülő érintett Magyarországon, és a költségvetés számára ez 600 milliárd forintot jelent. Tolna megyében megközelítőleg 10 000 család tudta visszaigényelni az adót. Ez az első ilyen alkalom, hiszen eddig erre nem volt példa. A magyar költségvetés helyzete, Magyarország fejlődése lehetővé tette azt, hogy éljünk ezzel az eszközzel, és a magyar családokat így is meg tudjuk erősíteni. Gyurcsány Ferenc, a baloldal vezetője, aki a múltat képviseli, ő ezt egy perverz elosztásnak nevezte, mi pedig azt mondjuk, hogy ezzel is, hogyha hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a családoknak a terheit csökkentsük, akkor mindenképpen ezt meg akarjuk tenni. Ez körülbelül 2 millió szülőt jelent országosan, itt a megyében körülbelül 10 000 családot érint ez, és hát én büszke vagyok arra, hogy egyáltalán mi ezt meg tudtuk tenni, és egy újabb jelentős eredményt tudunk magunk mögött felsorolni. Kossuth Zsuzsa születésnapja emlékére a magyar ápolókat február 19-én ünnepeljük. Az országgyűlés 2014. évi határozatával megerősítette, és hivatalosan is a magyar ápolók napjává nyilvánította ezt a napot.
Magyarországon az ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb alakja Kossuth Zsuzsanna volt, akinek nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli. Ő volt hazánk első országos főápolónője, aki tevékenységét Florence Nightingale brit ápolónőnél előbb kezdte meg, már az 1848-as harcokban megszervezte a hadisebesültek ellátását. A Magyarországi Betegápolók Országos Egyesülete 1906-ban alakult meg. Ezen a napon ünnepélyes keretek között kitüntetésekkel méltányolták a kiemelkedő teljesítményt nyújtó ápolókat. Májusban elkezdődhet a Paksi Atomerőmű 5-ös és 6-os blokkjának építése, és a beruházáshoz szükséges egyéb infrastruktúrális fejlesztések is. Többek között erről számolt be Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett vállalkozói fórumon. A program célja az volt, hogy a térség cégvezetői közvetlenül tájékozódhassanak a hamarosan kezdődő 12,5 milliárd eurós beruházásról. Fontos, hogy első kézből kapjanak információt a helyi vállalkozók a térségben folyó Európa egyik legjelentősebb éppen zajló beruházásáról, a Paks 2-ről. Kocsmár István, az Aliszkabau ZRT vezérigazgatója azért jött el a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fórumra, hogy megtudja, mikor indul el ténylegesen a beruházás. Elmondta, bízik abban, hogy valamennyi a térségben működő cég teret kap majd a munkák során. Én azt gondolom, hogy az úgynevezett kerítésen belüli munkák megmaradnak a nagy konzorciumoknak, a kerítésen kívüli munkákban pedig abszolút esélyt látok az arra, hogy akár Tolna megyei vállalkozások, akár az országban jelenlévő vállalkozások, konzorciumot alkotva tudjunk dolgozni, hiszen mindenkinek ez az érdeke. Fischer Sándor, a kamara elnöke elmondta, azért kérték fel a szakértőket a fórum megtartására, mert a Tolna megyei vállalkozók körében nagy érdeklődés övezi a hamarosan kezdődő beruházást. De sok kérdőjel is van a munkalehetőségekkel kapcsolatban. A legfontosabb, hogy a Tolna megyei vállalkozók hogyan tudnak ehhez kapcsolódni, mennyire tudnak ebben részt venni, és gyakorlatilag azt szeretnénk az erőmű által előadóktól, hogy pontosan határozzák meg, hogy mit várnak a Tolna megyei vállalkozóktól. Az információ hatalom, és szeretnék, ha mindenki hatalmassá tudna válni a megyében, mondta Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. Hozzátette, a két új blokk építéséhez szükséges munkaerő több mint 40%-át magyar vállalkozók fogják adni, ezért érdemes az információs pontokon is tájékozódni. Ma a beadott dokumentációk alapján úgy gondoljuk, hogy április-májusban meg fogjuk tudni kapni az összengedélyt, mert nem csak a létesítési engedély szükséges az építkezéshez, hanem másik 10 engedély megléte is kell. Csak akkor tudjuk azt mondani, hogy na, átléptünk az előkészítés fázisából az építkezés fázisába. Tehát valószínűleg idén májusban megkezdődik a 12,5 milliárd eurós beruházás Pakson. Az először elkészülő új blokkot pedig 2029-2030-ban üzembe is helyezik. Erős vidék nélkül nincs erős magyar gazdaság. 1800 milliárd forintnyi fejlesztési forrást juttatnak el a magyar településekhez a következő években, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy közel 40%-kal több fejlesztési forrást kapnak a kormány döntése szerint a vidéki települések, mint 2014 és 2020 között. A Top Plus program megyénkénti forrás kerete megtalálható a tárca weboldalán. A kormány 2010 óta következetesen vallja, erős vidék nélkül nincs erős magyar gazdaság. Ennek is köszönhető, hogy tavaly az elmúlt 30 év legnagyobb növekedését érte el a magyar gazdaság, mutatott rá Varga Mihály. Nem tudnak olyanról, hogy ne lenne 5 kilométeren belül egy helyettesítő kút, azok helyett, amelyek bezárnának a benzinárstop miatt, mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A benzinárstoppal kapcsolatos helyzetről a miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy több töltőállomásról is érkezett hír, amely bezárna a hatósági ár miatt. A kormány számításai szerint a kamatstopp, a benzinárstopp és az élelmiszerárstopp 3%-kal csökkentette a magyar inflációt.
Utóbbi hamarosan vissza fog térni a tolerálható 2-4% közötti sávba, ismertette. A gazdasági növekedés pedig EU-s szinten is a második helyen van. Meglékelem őket, ezt ordította egy fejszével hadonászó férfi, amikor rendőrök próbálták csillapítani. Az eset még januárban történt, a dühöngőt végül sikerült elfogni, már bíróság elé is állították. Hivatalos személy elleni erőszak miatt kell felelnie. Családi veszekedés miatt érkeztek a Bonyhádi házhoz a rendőrök. A dühöngő férfi felesége hívta őket segítségül. Végül szamurájkarddal, majd fejszével támadta a dühöngő gyanúsított az egyenruhásokra. Percekig tartott a rémisztő jelenet, míg végül megadta magát. Később a kihallgatáskor semmit nem tagadott. Az ügyében most született ítélet. A bíróság a vádlottat 2 év szabadságvesztésre ítélte, melyet börtönben kell végrehajtani, azonban a szabadságvesztés végrehajtását 4 év 5 hónap próbaidőre felfüggesztette. A férfi már korábban is volt büntetve, ráadásul az sem segített a helyzetén, hogy részegen támadta rendőrökre. Korábban is volt már büntetve, itt a járművezetés vétsége miatt, azonban enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság őszinte megbánó beismerő vallomását és azt, hogy a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Az ítélet jogerős. A hamarabb érkező tavasz miatt a kullancsok is korábban jelennek meg. Szakemberek szerint a fagyok megszűnte után azonnal meg kell kezdeni a védekezést a kullancsok ellen. Ugyanis az elmúlt években a kullancsok egyre több ellenük fejlesztett szerre váltak immunissá, így bizonyos esetekben lehet, hogy nem elég az állatpatikában kapható cseppeket megvásárolni, szükség lehet állatorvosok által receptre felírt készítmény kiváltására is. Ugyanilyen veszélyesek lehetnek a szúnyogok is, amik most már nem csak szívférgességet, hanem bőrférgességet is okozhatnak a négylábú kedvenceknek. Érdemes szűrővizsgálatot kérni erre vonatkozólag, hiszen ha megtörtént a baj, de idejében fény derül rá, úgy a megfelelő tabletták alkalmazásával megvédhetik az eb egészségét. Megkezdődik az ipari parki övezet korszerűsítése Dombováron. Erről írt alá szerződést a város vezetése a tervezőkkel. A 6 hektáros területen első lépésben az infrastruktúrális fejlesztést kell végrehajtani. Ez a 6 hektáros terület a Dombovári Ipari Park fejlesztési programjának következő helyszíne. A terület jelenleg nem rendelkezik infrastruktúrával, így ennek kiépítése szükségessé vált. Ennek tervezéséről írt alá szerződést Pintér Szilárd polgármester a kivitelező cég vezetőjével. A projekt végrehajtásához szükséges forrást a területfejlesztési operatív program megyei alapja biztosította, úgy, hogy az eredeti pályázat benyújtásakor parkolópályára került. Ez egy tartaléklistás pályázat volt, ez 2020-ban sikerült visszahozni az élők sorába. Nyilván ebből a 2018-ban beadott, 2020-ban újra életre kelt pályázatnak a forrása, mert erről láthatóan tudom biztosan mondani, hogy kevés lesz, hiszen egy 220 milliós csomagról beszélünk. Menet közben mindenki által ismerten úgy elhúztak ezek az árak, hogy ma már szerintem ennek a duplája mennyiségre lesz szükségünk. Ahhoz azonban, hogy a végleges költségek tisztázódjanak, a terveknek el kell készülnie, és a feltételes közbeszerzési eljárást is le kell folytatni. Eddigi jó tapasztalataim azt bizonyítják, hogy ezeknél a megkezdett projekteknél mindig sikerült a megyének az IA segítségével megszerezni ezt a tartalék forrásokat, amelyet be tudjuk fejezni a 2018-19-ben megálmodott beruházásokat. Pintér Szilárd véleménye szerint az ipari park korszerűsítését és egy belső úthálózat kiépítését követően jelentős piaci igény jelentkezik majd a benépesítésre, hiszen a környékben már számos vállalkozás telepedett le és prosperált sikeresen. Regionális híreink következnek. Emelkedő árak a használt autópiacon, hetente drágulnak a járművek a szakember szerint. Becsomagolt meglepetések, különleges ötlettel rukkoltak elő kaposvári könyvtárosok. Hamarosan kezdődik a medvehagyma szezon, szabályok a gyűjtéssel kapcsolatban. A chip hiány az új autók esetében a várólisták mind árfelhajtó hatást gyakorolnak a használt autópiacra, mondja a baranyai szakember. Egyelőre az látszik, hogy szinte hetente nőnek az árak, verseny alakul ki a jobb állapotú járművekért. Egyelőre nem lehet megmondani, mikor rendeződik a helyzet ezen a területen. Használt autók ezen a pécsi telephelyen. A tulajdonos azt mondja, elszabadultak az árak a piacon. 3 hónapja, amit eladtunk autót,
eladási áron annyiért most nem tudjuk beszerezni az autót, tehát annál magasabb áron tudunk hozzájutni. Tehát ezt mindenféleképpen a vevők felé sajnos érvényesítenünk kell majd az eladási árakban. Juhá Zsolt azt mondja, a hétről hétre változnak az árak felfelé. Hatalmas szerepet játszik a Covid által okozott ellátási hiányok, az, hogy az új autókra 1-1,5 év most jelen pillanatban rendelés után a várakozási idő, sokkal kevesebb használt autó kerül vissza a körforgásba ezáltal, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem külföldön is. A tulajdonos szerint nem lehet megmondani százalékosan mekkora a növekedés, olyan gyors a változás. Másrészt vannak olyan jobban keresett modellek, amikre nagyobb a kereslet, ez is árfelhajtó hatású. Példaként a 10 éves középkategóriás autókat említette, ezek ára 2 millió forint fölött indul. A családi autók azok 3-4 millió forintot is elkérnek most egy-egy autóért. Nálunk is jelen pillanatban van olyan 10 éves autónk, ami egy gazdás volt, nagyon kevés kilométer, nagyon jó felszereltsége, és egy Golf Plus, és közel 3 millió forint, és nagyon nagyra az érdeklődés. A statisztikák szerint hazánkban az év első hónapjában 10.606 használt autót hoztak be külföldről, ami 7,2%-os emelkedés az előző év hasonló időszakához képest. Új autóból ezzel szemben csak 8.088 kelt el idehaza. Ez 8,8%-os csökkenést jelent. Ráadásul a hírek szerint nőni fog a teljesítési idő, mire a tulajdonos megkapja a megrendelt új autóját. Ez pedig a használt járművek árát növeli tovább a piacon. Regényeket, életrajzi köteteket és mesekönyveket is becsomagoltak a kaposvári könyvtárosok, akik már 7. alkalommal szervezték meg a Vakrandit. A kötetek kilétére csak a kölcsönzés után derül fény, így szeretnének a könyvtárosok meglepetést szerezni az olvasóknak. Az legyen, ez már elfogadható méretű. A Vakrandi könyvei külön polcokon várják az olvasókat. Gergő innét szüleinek és magának is választott könyvet a Takács Gyula könyvtárban. Az egész család szereti a könyveket, és mikor megláttam a posztert, hogy lesz ez az akció, akkor egyből ráharaptam. Egyébként minden ilyen vakrandis megmozduláson részt vettem. Soha nem olyan könyvet választottam, amit úgy magamtól választottam volna, de mindegyik jó volt, úgyhogy örülök neki. És most mesekönyvek is voltak, úgyhogy Gergő is tudott választani szerencsére. Meg hát nekünk is ő választott, úgyhogy én is kaptam egyet, meg apa is egy könyvet. Idén 100 felnőtt és 50-50 ifjúsági és gyermekkönyvet csomagoltak be a könyvtár munkatársai. Ezek a felnőtt könyvek, és akkor itt vannak rajta a vonalkódok, hogy tudják a kollégák, hogy mit vittek ki. A kifogyó készleteket igény esetén újra töltik, mondta a könyvtár olvasó szolgálatának vezetője, aki mint kiemelte, ezzel a Vakrandival szerették volna feldobni a hétköznapokat és meglepni az olvasókat. Könyvekbe csomagolva vannak, nem látják az olvasók, hogy mit visznek el, majd csak otthon, ha kicsomagolják, és nem tudhatják, hogy milyen műfajú könyv, hát a szerző címet pláne nem, úgyhogy ettől lehet izgalmas, hogy tetszik-e nekik, vagy nem tetszik, elolvassák egyáltalán, vagy csak úgy visszahozzák, és mi igyekszünk olyan könyveket válogatni, amit esetleg nem olyan gyakran, nem olyan sikerkönyvek, hogy hát ha lesz olyan, ahol nem is keresnének, és mégis megtetszik nekik. Ha már hazavitték, elolvassák, esélyt adunk könyveknek. A könyvekkel minden korosztályra gondoltak, a szakkönyvek kivételével pedig minden műfaj megtalálható a Vakrandis polcokon. Amikor elkezdtük pár évvel ezelőtt ezt az akciót csak felnőtt könyvekkel, és aztán reklamáltak a gyerekek is, hogy nekik miért nincs, és akkor elkezdtük nekik is, tehát vannak mesék, ifjúsági regények, és akkor a szép irodalmon belül a versektől elkezdve a klasszikusok és a mai modern irodalomtól kezdve minden fajta megkötés nélkül, csak szép irodalom. Ugyan Valentin napra készültek az ötlettel a kaposvári könyvtárosok, de még a hétvégéig kölcsönözhetők a becsomagolt könyvek a Takács Gyula könyvtárban. Hamarosan kezdődik a medvehagyma szezon, fontos azonban a szabályok betartása, melyek a gyűjtésre vonatkoznak. A legfontosabb, hogy szabadon, csak állami erdőkben lehet szedni a növényből, egy napon egy személynek maximum 2 kilogrammot. Emellett kellő óvatossággal kell eljárni, hiszen a medvehagyma összetéveszthető a mérgező gyöngyvirág levelével.
Hamarosan ellepi az erdőt a medvehagyma. A Mecsekerdő ZRT közleménye szerint jogszabályi változása a tavalyi előírásokhoz képest nem történt. Továbbra is a vonatkozó törvény értelmében jár el a társaság. Eszerint állami erdőben, vagyis nem védett területen gyűjthető a növény külön engedély nélkül. Azonban ha tilosban szednek belőle, hatósági intézkedés alá is eshetnek. Állami erdőterületen bárki gyűjthet medvehagymát, de ennek is van egy felső határa. Ezt úgy hívják, hogy az egyéni szükségletnek megfelelő, ami naponta 2 kg és fejenként. Tehát egy ember egy nap 2 kg-ot gyűjthet maximum. Fontos változás azonban, hogy idéntől védett természeti területre nem ad ki medvehagyma gyűjtési engedélyt a társaság. A szakember felhívja a gyűjtők figyelmét arra, hogy a fokhagyma illatú gyógynövény levelei könnyen összetéveszthetők a mérgező májusi gyöngyvirág leveleivel, ezért gondos odafigyeléssel járjanak el szedeketés közben. Ha a kettőt egymás mellé tesszük, akkor a gyöngyvirágé egy szélesebb, egy erősebben kiszélesedő és valamivel rövidebb levél. Amit még jól lehet látni, szembe tűnhet, hogy a gyöngyvirág, ahogy a talajból kihajt, ilyen csőszerűen, hengeresen összehajtott formában jön ki a talajból, míg a medvehagyma már, ahogy jön ki, mindjárt lapos a formája. A szakember azt tanácsolja, hogy még a felhasználás előtt is vizsgáljuk át a leveleket. A tavaszias időjárásnak köszönhetően akár már jövő héten láthatunk medvehagymát, szezonja általában 2 hónapig tart. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Segítség! Összefogott Döbrökköz a katasztrófát átélt család megsegítésére. Hamarosan kezdődhet Paks 2 építése. Első kézből kaptak információt a vállalkozók. Meg akarta ölni a rendőröket, fejszével hadonászott az ittas férfi Bonyhádon. Fejlesztés Dombóváron. Elkezdődik az ipari park korszerűsítése. Szombaton borongós, esős időig érkezik, élénk erős északnyugati szél kíséretében. Éjszaka folytatódik a csapadékos időjárás. Vasárnap reggel fokozatosan megszűnik a tartós eső, napközben változóan felhős napos időig érkezik, és elvétve alakulhatnak ki gyenge záporok. Hétfőn borongós idő várható, néhány órán át tartós esővel. Délután hidegfront érkezik, az élénk délnyugati szél északnyugatira fordul és megerősödik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!